Sziasztok srácok, én Csöng vagyok, és a mai videóban erről a Fuggert csörgőről lesz szó. Úgyhogy ha érdekel, akkor tartsatok velem és nézzétek meg a videót. Nos, láthatjátok, hogy egy újabb csörgő modell került hozzám. Ez most már a harmadik, ami nálam van, és még lesz majd egy negyedik is. Viszont azt nem fogom megtartani, mert az sima mávos, úgyhogy azt valószínűleg el fogom adni. Nos, tehát kezdjük is. Ugye látjátok, hogy ez egy retro festésű mozdony, a 2105-ös pályaszámú. Ennek a mozdonyok beceneve is van a valóságban, ami az, hogy a kis ötös, ugye nyilván már 05-ös a pályaszáma. Ugye a csörgők, hát most mondok egy pár információt róluk, mert most ez egy ilyen újítás, hogy 70-es években a MÁV ugye nem rendelkezett túl sok dízelmozdonnyal, és kellett nekik egy pár darab, és a GANZ le is gyártott két prototípust, ami a 2001-es és a 2002-es pályaszámot kapta, ami jóval jobban hasonlít egy púposra, mint a mostani csörgőre azok a prototípusok. Az a konstrukció hogy nem jött be, úgyhogy azért maradtak ennél a kicsit ilyen gömbölyűbb formánál. Azokról a prototípusokról szerintem, hogyha találok, akkor most itt láthatok majd egy képet. Tehát ezek voltak azok a prototípusok, viszont ugye maradtak ennél a csörgő, tipikus csörgőfajtán, amit szerintem jól tettek, mert ez nekem sokkal jobban tetszik, mint a régi fajta. Látjátok, a mozdony eléggé csapzott, meg kopik róla itt a festék egy pár helyen. Ez azért van, mert ez régen, tehát ez nagyon régen nem volt már használva, kb. 7 éve, 5-6 éve nem volt már használva. Ezért amikor megvettem, át kellett pucolni a hajtás belülről, meg a fogaskerekeket be kellett olajozni, és még így sem százas a futása, tehát erre az irányba annyira nem jó, úgyhogy arra nem is szoktam futtatni. Erre viszont tökéletesen üzemel. Úgy látjátok, hogy itt van ez a kuplung része, ez is eléggé rossz. Látjátok, le van törve róla az a kis rész, ami rácsapódna, viszont a másik oldalán az jól működik. Hát elég nagy szívás volt vele, amikor szereltem, mert egy csomószor elfelejtettem egy csomó dolgot belerakni, például ezt a kuplungot is menet közben kell belerakni, akkor a forgóvázat is akkor kell belerakni. Tehát volt azért vele szenvedés, nem vagyok egy profi szerelő, úgyhogy ezeket ugye elvétettem, ezeket a hibákat, na mindegy. Látjátok, hogy ott van az oldalán a nagy MÁV logó, és már a festésébe egy kicsit belejavítottam, ott látszik szerintem, hogy ott le volt kopva. Ilyen ezüsttel megpróbáltam kijavítani. Messziről annyira nem látszik, de azért látható, hogy ott van. Ugye a mozdony tetejéhez sima ilyen ezüst, kürtök ezen sincsenek fent, illetve az ablaktörlők se, de azért az árért, amennyire meg tudtam szerezni, ez egy teljesen korrekt modell, tehát elég olvára tudtam megszerezni. Látjátok, ez az eleje jobb állapotban van, mint a hátulja. Igen, most itt ilyen újságos vagonokat raktam hozzá, mert ez illik szerintem a legjobban hozzá. De mindjárt lecsatolom őket, és akkor megmutatom a másik oldalát. Látjátok, itt van a másik oldala. Itt látjátok, hogy két darab ütköző hiányzik. Azt majd fogok venni a Zemokitól valószínűleg, vagy valahonnan kerítek hozzá két ütközőt, hogy azért mégsem nézzen ki így. Látjátok, itt viszont a kuplung teljesen jól működik.
és ez még olyan, hogy ez magában itt a forgóvázba van belecsavarozva, nem úgy, mint a mávosnál, hogy ezt ki lehet szedni, és bármilyen kuplungot bele lehet rakni. Ez ilyen, hogy ez fixen a forgóvázba van beleépítve, úgyhogy ez ilyen. A mozdony amúgy egész jó, hát ugye függet minőségű, de hát a hajtása kicsit hangos, de hát az ilyen. Látjátok, itt is ezek a bütykök rajta vannak itt. Látszik a fényben. Hát ezeknek nem örülök, mert le kellett bontanom ott hátrébb azt a kis vasúti átjárót, azt mindjárt meg is mutatom. Nem tudom, mennyire látszik, de itt ezt felbontottam, ezt a részt, úgyhogy itt most jelenleg nincs semmi. Még nem tudom igazából, hogy mit fogok oda helyére betenni, de ilyen földszerű valamit szeretnék, csak ugye az a baj, hogy ha olyan magasságba teszem, hogy a sínnál nagyjából egy vonalba legyen, akkor meg ugye az a bütyök beakad, és így felemelkedik a mozdony, ami miatt nem kap áramot, és ezért megáll. Tehát ezért rossz. Doboza természetesen nem volt ennek se, viszont vettem egy ilyen start, ilyen fügert startszer doboz, nem tudom, hogy tudjátok, hogy régebben a fügert is gyártott pár darab ilyen startszettet, ez a mozdony is egy startszetből van. Igazából az egészet megvettem volna, csak a ilyen három darab zöld BY van a startszetben, meg egy ilyen. És megvettem volna az egészet, csak a BY-okat már más megvette, úgyhogy hát akkor maradtam ugye csak simán ennél a mozdonynál. De vettem egy dobozt, úgyhogy, tehát egy ilyen startszett dobozt, amiben bele fogom pakolni vagy ezt a fajta csörgőt, vagy a mávosat, és akkor ugye berakom mögé a BHV-kat, meg a BDT-t, és akkor az úgy tök faszán ki fog kinézni, és lesz egy doboz, amiben tudom tárolni, mert most jelenleg a vitrínben van két kocsi, amit a buszoknak a tetején kell tárolni, úgyhogy hát az annyira nem jó. Úgyhogy jó lesz majd, hogyha az megérkezik, mert akkor úgy felszabadul legalább egy kis hely. És hogyha úgy nézzük, akkor van egy ilyen kis mini sorozatom a csörgőkből, mert ugye van a gyesevesből az a 003-as pályaszámú, a mávosból a 2104-es, és ez pedig a 2105-ös, tehát megvan így úgymond a 3-4-5. És ugye mindegyik különböző festésű, tehát hogy megvan a sorozat, de mégis más azért a három mozdony. Illetve még amit nagyon-nagyon keresek most, az egy görög féle csörgő. Arról már szerintem mutattam képet, de most berakok ide még egyet. Az láthatjátok, hogy ilyen kék ezüst festésű, hasonló amúgy ehhez. De azokat nagyon-nagyon ritkán lehet találni. Vagonokat már találtam hozzá, tehát azzal nincs probléma. Viszont magát a mozdonyt baromi nehéz beszerezni, és hogyha találsz is, akkor az rohadt drága. Tehát, hogy azért ennek megkérik az árát. Találni néha-néha, de ez is tényleg csak véletlen, hogyha talál az ember mondjuk ilyen 30-40 ezer forintért, de nem nagyon van ez se így manapság eladó, mert akinek megvan, az vagy nem adja el, vagy annyira adja, hogy az ilyen kb. Elérhetetlen, meg nem is érné meg, mert nem fog 90 ezeret kifizetni egy ilyen mozdonyért, ami ugye alapkorában ilyen 20 ezer forintba került, úgyhogy hát ez van, de keresem őket, úgyhogy majd egyszer találom. Illetve amit még elfelejtettem mondani, nem is tudom amúgy, hogy ezt miért nem mondtam eddig, hogy átléptük a 300 feliratkozót, amit nagyon köszönök innen is, viszont fogalmam sincsen, hogy ezt így mivel ünnepeljük meg úgymond, mert live videó az már volt, az nem tartom annyira érdekesnek, úgyhogy ha van esetleg valami ötletetek, tudom, hogy ezzel a videóval is meg fog késni, mint ahogy ezzel is, mert
most vannak azért fontosabb dolgaim is, mint hogy ezekkel a modellekkel foglalkozzak. Meg most annyira kedvem se volt ehhez az egészhez, úgyhogy mindegy, de most már van. Úgyhogy írjatok tippeket, hogy ezt mivel tudnánk így megünnepelni. Úgyhogy ezeket az ötleteket várom a komment szekcióban. Ja igen, az, hogy valószínűleg a közeljövőben lesz beszerezve egy darab gőzmozdony. Még nem tudom, hogy pontosan milyen lesz, de valami olyat szeretnék, ami nem szerkocsis, mert a szerkocsis az túl hosszú, tehát hogy jóval meghosszabbítja azért a modellt, és ugye tudjátok, hogy nekem azért itt ott az állomásom hátul nincs túl sok hely, úgyhogy tényleg azért egy hosszabb gőzmozdonyt szeretnék, de szerkocsi nélkül, tehát olyan, mint a H0E kis mozdonyom, hogy azon is magában a mozdonyban van beleépítve, ugye az a széntároló, tehát hogy olyat szeretnék, ami nem szerkocsis. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, hogyha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és további ilyen modelles tartalmakért iratkozzatok fel. Sziasztok!